2022-ben történt az a súlyos környezeti katasztrófa, amikor is a szlovákiai Alsósajó település közelében lévő használaton kívüli vasércbányából mérgező anyagok kezdtek el a Sajó folyóba ömleni. Sajnos ezt a problémát két év alatt sem sikerült megoldani, hiszen az akkor hivatalban lévő Nagy István miniszter a szlovákiai látogatása után azt jelentette ki, hogy ez szlovák belügy. Mivel a folyó teljes magyarországi szakasza a Borsodabuhi-Zemplén megyében található, így a Mi Hazánk Mozgalom vármegyei frakciója kiemelten nagy figyelmet fordít a problémára, és elvárjuk a kormánytól, mint soros uniós elnöktől, és Nagy Istvántól, mint akinek szakterülete a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárások, hogy a kormány azonnali lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a szlovák fél is úgy kezelje ezt a problémát, hogy ez a szennyeződés megállítása kerüljön. Nagyon aggasztó a Sajónak a jelenlegi vízügyi helyzete, már csak azért is, mert a Sajó halfaunáját nézve itt nagyon sok védett halfa is található. Ezen kívül ugye már kimutatták azt a szlovákiai területen is, hogy nagyon magas értékű egészségügyi határértéket meghaladva tartalmaz arzént az ott kifogott halak is, így kiemelten kell kezelni ezt az egész ügyet, már csak a halvédelem tekintetében, illetve ugye a horgászat, a sporttevékenység, illetve az elfogyasztott halnak az egészségminősítése miatt is minél előbb lépéseket kellene elkövetnie a kormánynak, illetve a szlovák kormánynak egyaránt.